Pénteken délután 2-től az Agora környékén Miénk itt a tér címmel társasjáték lesz fiataloknak. Pénteken a Miénk itt a tér elnevezésű rendezvényt szeretnénk lebonyolítani. Ez egy játékos vetélkedő. Az Agorában egy éve indult egy élményszerzésen alapuló foglalkozássorozat. 16 csoport indult el különböző korosztályban, különböző témákban, és ennek lesz egy játékos lezárása ilyen vetélkedő formájában itt az Agora környékén. 8 fős csapatokat várunk, középiskolás korú csapatokat. Itt lehet jelentkezni a Vértes Agorájában az információs pultnál, és egy ilyen jó hangulatú kis délután 2-től 5 óráig tartó. Hát igazából 10 perces feladatok lesznek adott állomásokon, azokra a témákra épülve, amiket itt egy éven keresztül tanultak a különböző csoportok. Ilyen nagyon komoly díjazás van, azt hiszem fezen napi jegyeket lehet nyerni, ugye ez a Székesfehérvári Fesztivál, valamint egy 250 kilométerig érvényes, egy napra szóló 8-10 fős kis buszt, ahova oda mennek, hova szeretnének, valamint gyémántfürdő belépő jegyeket, mimozing belépő jegyet, és minden résztvevő fog kapni fagyi jegyet is. Közben elkezdődik majd a Roxy Caféban az Új Nemzeték délután komoly és szórakoztató programokkal. Lesznek kis lazább dolgok is, lesz csocsóverseny, lesz konzolverseny, és lesz a megyeháza előtti parkolóban egy párnacsata a 17:30-tól, amire nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Azt gondolom, korosztálytól függetlenül már mindenki nagy örömmel fogadta a hírt. Párnát mindenféleképpen hozzon mindenki magával. Érdemes is jönni, mivel lesznek nyeremények is. Tehát aki részt vesz az egyes játékokon, nyereményeket kap, illetve aki három akár az élőtársas, akár a diákmunka bőrze, akár a konzoljátékon részt vesz, három játékon, az kap az esti koncertekre ingyenes belépőt. A napot pedig a nyári Tasmania Fesztivál zárja este 9 órától. Az idei fesztivál együttműködésben kerül megrendezésre az Új Nemzedék Kontaktponttal, illetve a Városi Diák Önkormányzattal. Kiegészül a rendezvény egy fiatalokat megcélzó, fiatalokat aktivizáló rendezvénnyel. Külön kihangsúlyozom a párnacsatát, ami egy nagyon izgalmas pont lesz a délután folyamán, és este 21 órától pedig a megszokott módon kezdetét veszi az élőzenés est, ahol az két zenekar, a Kaucsuk zenekar, a Kalev zenekar és az Elevív zenekar fog zenélni.